Sziasztok! Elsőnek is mindenkinek boldog karácsony. Remélem mindenkinek nagyon jól telik, telt, és telni is fog. Nekem biztosan, ugyanis lovat fogunk venni. Igen, megint. Tavaly is karácsonykor vettünk, szóval úgy néz ki, hogy ebből hagyomány lesz. De nem baj. Szóval induljunk. No, itt is vagyunk, és a kiválasztott nem lesz más, mint ő. Rájöttem igazából, mondjuk aki ismer, azt tudja, szóval, hogy én nagyon oda meg vissza vagyok az angol teli vérekért, és csak egy darab van, szóval... Ja, és ami itt van összes angol teli verszió, szerint mindegyiket megvenném, szóval, ja, viszont... ez olyan gyönyörűen néz ki, hogy ez hihetetlen, szóval... Ő lesz a kiválasztott, igen. Nem ezzel akartam kezdeni, de mindegy, akkor ezzel kezdjük. A neve, hát nem ez lesz, River, és Diamond River lesz. Hát angolul is jól hangzik, hogy Diamond River, meg igazából magyarul is, hogy gyémánt folyó, szóval miért is ne? Illik is rá, szóval, ja, vegyük meg. Jaj, de jó, még egy lóváltak, úristen. Jaj. Nagyon-nagyon régóta meg akartam venni, de mindig jött be új ló, aztán azt vettem meg, és ő valahogy így mindig tovább tolódott, de most végre megvettük, ez az! Sok sikert az új lovaddal, yay! Oké, akkor nem sokára találkozunk, én addig kihozom. Nos, amíg kihozom az angol telivért, addig hát el kell mesélnem valamit, ugyanis... nem bírtam ki 24-ig, és kénytelen voltam venni még egy lovat, vagyis hát nem voltam kénytelen, de hát rávitt a sors. Nagyon régóta vágytam egy lóra, és az nem más volt, mint a, ugye a Buckskin Lusitán. Igen. Amikor vettem a feketét, akkor azt mondtam, hogy nekem ez is kelleni fog, szóval, hogyha lesz rá lehetőségem, akkor meg fogom venni, és hát ez a lehetőség, ez most jött el, szóval igen, és nem bírtam ki 24-ig, és előtte két nappal megvettem. Igen, tudom, borzasztó vagyok. A neve az Dog Promise lett, ugyanis a Buckskin az kicsit hasonlít magyarul, hogyha úgy mondanám ki, mintha Buksi lenne, és a Buksi meg egy kutyanév, szóval igen. A utóneve meg, hogy Promise, az a ígéret, és hát én ennek a lónak megígértem, hogy hazajössz velem. Nem most, de később hazajött. Így lett Dog Promise, vagyis kutyaígéret, és a beceneve pedig Buksi lett, szóval igen, olyan kreatív vagyok néha. Ennyi röviden tömören a történet, szóval idén karácsonykor két lóval gazdagodtam. Nos, most, hogy elmondtam a monológomat, ide is jöttem Orlandra, és igen, nem véletlen, ugyanis egy szettet fogunk megvenni, ugyanis nem teljes a drága lónak a szette. Igen, a Morland kollekciónak a nyereg és kantárlészét fogom megvenni. Mondom, borzasztó dolgokra visz rá a sors. Mikor elsőnek megláttam ezt a szettet, tehát, vagy nem is a szettet, hanem magát ezt a... Hát jó, magát a szettet, tehát most nem ezt a lilára gondolok, hanem erre a Morland kollekcióra, akkor azt mondtam, hogy fúj, ez egy hányadék, biztos nem veszem meg. És igen, most azt látjátok, hogy megveszem, szóval... borzasztó dolgokra visz rá a sors, és gyerekek, ez a szett nekem nagyon megtetszett, pedig mikor megláttam elsőnek, azt mondtam rá, hogy ezt soha büdös életben nem veszem meg, de... Mi van most rajtam? Igen, pont kereken 1200. Ezt nagyon kiszámoltam. Na hát, mi a... Szóval még maradt is azért, na, 3000, mondjuk 3000-ből 1200, hűha, nem baj. Büszke vagyok magamra, figyelj. Tudok költekezni, ez a lényeg. És esküszöm, ez a set, na jó. Ez nagyon, nagyon tetszik, jó, mostantól 0-24-ből ebbe fogok járkálni, szóval ja, viszont elmegyek innen Morlandról, mert itt nagyon laggolok. És bemutatom a angol telivérnek és a Lusitánnak is a járását, igaz, már ennek láttátok, de semmi baj. It feels like the world is crumbling now. We're on our way out, lost in the crowd. And everything that you heard is only a dream.
hát ennyi lett volna az a videó, remélem tetszett. Következő videóban találkozunk, és még egyszer mindenkinek boldog karácsonyt, és Flórinak meg köszönöm a szereplést. Sziasztok!